A Skipper magazin együttműködő partnere a Hanze Magyarország. 35 éve kezdődött. A kezdet az az volt, hogy én itt laktam Budakalászon. Béci, aki az én edzőm és részben nevelő apámként is szólíthatom, ide hozta hozzánk a hajókat Budakalászra, és akkor úgy gondoltuk, hogy a Zomszki tavon tartunk egy versenyt. Ez egy jó bulinak indult, és 35 év alatt odáig fajult a dolog, hogy most már szerintem a kék szallag és talán a fehér szallag után a legrégebben működő, folyamatosan minden évben megrendezett verseny. Nem titok, ugye engem a vitorlás körökbe csak jó forintnak hívnak, ezért a nevezési díj is egy jó forint, egy jó alumínium forint a régi szép időkből, amiből szerintem egy több ezer darab van már ott abban a kalapban, amit hogyha láttak, akkor abból meg lehet számolni, hogy hány ezer forint gyűlt össze itt a 35 év alatt. Tehát változatlanul egy forint a nevezési díj. Minden évben van 50-60 nevező. Ugye a hajók száma az limitált, tehát 10 hajó van minden évben a versenyre. Ennek megfelelően előfutam van, középfutam van és döntő. És attól függően, hogy hányan jövünk össze, így rotálódik, tehát hogy hányan jutnak tovább. Az a lényeg, hogy mire lemegy a nap, tehát 5 órára végezzünk. Van egy bajnokság, amin mindig itthon részt veszünk, és ezekre készülve, illetve az Európa-bajnokságra és a világbajnokságra készülve utazunk nemzetközi vizeken is Európában szerteszét. Hát itt a Trafikkupán főleg csapat összetartó szerepem van, illetve most a rendezésben is részt veszek, de a gyerekeket én hívom össze ilyenkor, hogy itt ez a verseny, és mindenképpen jöjjünk. Spariban kezdtem el egy vitorlástáborban vitorlázni, ott úgy megszerettem a vitorlázást, és elkezdtem hát úgy edzésekre járni, és azóta vitorlázok. Nekem ez a második trafikkupám, egyszer voltam még 3 éve, amikor egyik barátommal indultam el, és akkor, ha jól emlékszem, 7-ek lettünk. Múlt évben 3. lettem a barátnőmmel, és most meg akarjuk nyerni egyértelműen. Ez a cél, és így is lesz. Úgy tervezik, hogy én fogok kormányozni. Múlt évben ezt elég sokat teszelgettük oda-vissza, de most úgy lesz, hogy én kezelem a hajót. Ez a második trafikkupám, igazából Vágó Mátyással, aki a túloldal található, már most leszünk másodszor. A sotót szoktam kezelni, meg mericskézni. Most szeretnénk valami eredményt nagyon elérni. Top 5-ben nagyon benne szeretnénk lenni. Én vagyok a kormányos, és mindig szólnom kell a társamnak, a barnusnak, aki már volt, hogy mikor fordulunk, és mindig néznem kell, hogy hol van a szélcsík. De itt nehezebb sokkal, mert itt köd van. Nem látni annyira jól a bójákat. És már kicsi a szél így, csak később lesz, szerintem csak később fog felszállni a köd. Ezért nehezebb lesz az első futamokban. A 32. trafikkupa is szerencsésen véget ért. Nem volt egy könnyű nap, nehezen indult, sok köddel, ami ugye újra itt van a hátunk mögött. Nagyon sok gyerek volt itt, nagyon sok felnőtt volt itt, nagyon élvezték a versenyzést, komoly küzdelem zajlott mind mindig az elmúlt 32 versenyen, és remélem, hogy jövőre a 33-on is ugyanennyi indulóval, ugyanennyi vidám gyerekkel és felnőttel leszünk együtt. A Skipper magazin együttműködő partnere a Hanze Magyarország.